Tehát ez, egy, ez egy pont, ez volt egy pont. Ez alatt kell kifejezni mindazt, amit gondolsz. Ez egy zenei egység, egy táncos egység, egy mennyiség, ez a kalottaszegi táncnak egy pontnyi ideje, ebbe sűrítik bele azt az improvizatív mozgás elemekből álló egységet, amit Martin Györgykömön megfejtett. És hát ez egy nagyon izgalmas közép tánc tánckultúrának a mennyisége. Egy, egy pontnyi tánc, ez egy férfi tánc lett a kö kötet címe. Ez egy nagyon virtóz, nagyon, nagyon komoly fizikai és szellemi állapotban kell ahhoz lenni, hogy az ember ezt el tudja táncolni magas szinten. Balettintőzben kezdődött, 1971-ben az első olyan néptáncos évfolyamnak a táncosan lettem, ugye egy vidéki fiatal srác voltam, aki abóiból Hernád mentéről, Szigszóról került föl a balettintézetbe. Az apai intelmeket komolyan véve, hogy nagyon, nagyon rendes legyél, becsületes legyél, dolgozzál meg azzal a munkával, ami, amit előtted van, és én ezt valahogy komolyan vettem, hogy végigfutottam végig az életemem. Tehát elindultam a balettintézetben, nagyon jó mesterek, Timár Sándor és Györgyfavi Katalin, tanított alapvetően a technika mellett, és hát mindig is vágytam arra, hogy Erdélybe kerüljek. Mikor kezdtem meg is, majd kinyílt előttem az, hogy, hogy, ezzel, a, ezzel a művészeti ággal, tulajdonképpen ezzel együtt kapja meg az ember a magyarság tudatot, az identitás, azokat a gyökereket, ahogy, hogy, hogy kik is vagyunk, honnan jöttünk, hová tartozunk. Tehát ez magával, hogyha az ember a tánckultúrával dolgozik, akkor ezt rögtön valahogy nem úgy kapja meg, mint egy, egy darab kis szem gyógyszert, hogy most megváltozik az értet, hanem, hanem, egyszerűen belekerülsz abba a közegbe. Az ember rögtön, rögtön fölfogja és érzékeli a, az első dallamt, amit kiejt a száján, vagy az első mozdulat, amikor a bokárt összecsapja, akkor már is egy ilyen huszáros mozgás lesz belőle. Gyerekkorom óta én is gyűjtök néptáncot, a Tudományos Akadémián az arrivanyagokat szaporítottam. Tehát azt az utat, amit elődei Martin György, Andrásai Bertalan, Pesvár testvérek jártak be, én is megpróbáltam a 70-es évekbe bejárni, Gyimestől egészen Zakopánig, a lengyel vidékig, ugye a nevem Zsurávszki és Martin György megbízott azzal, hogy kicsit menjek utána a Pothále környékén lévő lengyel anyagnak is, és egy jó maga megtanultam ezt a gurál anyagot, szereztem barátokat. Tehát ez is egy fontos pontja, pillanata. Maga a családi szülői háttér a nagyapám Galíciában volt az első világháborúban, megsebesült, és akkor a felépülés után az olasz frontra került, összeomlásig küzdött. Ez is egy témát határoz meg, amikor az első világháborúra készítettem Sírnak a Hanunk című darabot, akkor, akkor mindez a családi vonal, ez a kötődés, ez, ez belekerül valahogy ezekbe a műsorokba is, és így a magyar történelmel együtt összefonódik a szakmámmal, a táncművészettel, Pározamba tudom állítani mindazt a, mind a, a, a családi történést, a személyes történést, a, a, a múltbéli történelmi eseményeket, és mindig keresem azokat a lehetőséget, hogy meg tudom fogalmazni a tánc, a magyar néptánc nyelvén. A múltat ismerned kell, és abból kell alkodnod, tehát nem, nem utánozni kell, nem másolni kell az elődeinket, hanem... Valahogy, valamilyen módon befogadni, és annak, abból a szintézisből újat kell teremteni. Az alkotás lényege az, hogy, hogy újítsunk, és hogy, hogy annak mély művészi üzenete legyen, tehát az a katarzis az mindig ott legyen az alkotáson. A legényes tánc a kalotaszai legényes, az erdélyi legényes táncosok a táncok, a ritka magyarok, a lassú magyarok, ami a szívdobogással együtt lüktet az emberben. Ez, ez, ez bennünk van, rettenetesen izgulok a táncosai miért, mikor táncolnak. Nem tudok focizni, nem tudok olyan jól rajzolni, nem tudok olyan jól tornászni, nem tudok, nem tudok annyi mindenhez hozzászólni, de ehhez az egy témához. Ilyen szempontból lehet, hogy szakbarbár vagyok a tánchoz, a magyar néptáncot interpretáló előadó művészhez hozzá tudok szólni. Ez nagyon mélyen ismerem, és nagyon, nagyon tudatosan számoltam ki, és tudom javítani, hogy mitől lesz ő jobb. Kicsit fárasztom, mikor én, én kérek egy újabb és újabb kérést a táncosomtól, de nagyon jól meg tudom neki mondani, hogy mi az, amit hibázik, és mi az, ami rossz benne. És talán ez, ez, ez mélyíti azt a munkát, amit csinálok, hogy, hogy Hát egy az, hogy nagyon őszintének kell lenni, kettő nagyon segítőkésznek, nagyon szeretni kell azt, akit az ember bánt. Tehát ez, ez, a bántásnak egy formája, tehát a, amikor húzom fölfelé, dicsérem és ostorozom, voltak táncok, hogy mondták, hogy Zsura, kérlek, hogy azt várjuk tőled, hogy, hogy, mondd el őszintén a véleményed, nagyon legyél kemény, ezt meg tőled, neked ez a dolgot, hogy nagyon keménynek kell lenned.